Sziasztok! Ebben a kirakásban megnézzük, hogy a szerelmi életetek hogyan alakul. Természetesen ez egy kollektív energia, nem rezonálhat mindenkivel. Vid magaddal, amit igaznak érzel. Ha teljes körű jóslás szeretnél, energetikai tisztítást, elemzéseket, a Marika Jósnő Facebook oldalamon tudunk privát üzenetben egyeztetni. A videó alatt minden leírás megtalálsz. Ha a kártyáimból szeretnél rendelni, akár a boszi a tündértaróból, az indiánból, az aranylenormandból, vagy a cigánykártyámból, a Marika Jósnő Facebook oldalamon ér privát üzenetet. No nézzük, hogy milyen energiák lesznek a szerelem területén, két bakli közül választhattok, a boszi és a tündér taró. Rakok rá kulcstartókat is, hogy könnyebb legyen a választás. A siker mindenben, a citrin. A kettes pedig a minden kívánság teljesül. Grabovoj számsoros kóstartók ha valamelyik megtetszik, meg tudjátok rendelni, írjatok privát üzenetet. Ez az egyes, ez a kettes. No nézzük, ha a siker mindenbent választottad milyen energiák lesznek a szerelem és a párkapcsolat területén. Sokatoknál lezárás volt és elengedés, úgy látom. Hiszen a kejhe kötős az az állapot, amikor egy kicsit bezárkózunk, vagy új utakat nézünk, hiszen látjuk, hogy ott van a háta mögött. A kis boszinak öt kehely, de ő nem vesz róla tudomást, elindul egy új úton. A kehelyek az érzelmi állapotot mutatják, az is lehet, hogy már le is zártad, amit le kellett, egy mérgező kapcsolatot, vagy elváltál. Az elengedés megtörtént, mert a botok nyolcas azt üzeni neked, hogy hatalmas energiában leszel, látjuk a tüzes a levegőben, most valami elindul, ha pát keresel, épp jó időben vagy, hiszen hatalmas kommunikáció, találkozások, csetelések, akár ajándékokat, bókokat kaphatsz, most ha valami elindul. Az érmék nyolcas azt üzeni neked, hogy egy tartalmas kapcsolat, jöhet neked, épp az ismerkedés ideje, de meg kell dolgozni érte, hiszen az érmét nyolcason is látjuk, hogy a kis bosszi dolgozik, valamit készít a kezével, valamibe beleteszi az energiát, és hosszú távon az megvalósul. Két nyolcast is kaptunk, ami azt feltételezi, hogy akár egy lélektársi ikerlángi kapcsolat is jöhet, hiszen égi segítség van. A nyolcas, a lemniskátta, a leggyorsabb rezgés a számmistikában. Most érdemes ismerkedned. A kártyám tanácsa, hogy a kardok négyes állapota az olyan visszahúzódó állapot, amikor megsértődünk, az is lehet, hogy nem folyik úgy a kommunikáció, hogy szeretnéd, ha már ismerkedésben vagy megsértődsz taktikázol, illetve a másik fél, ezt most szépen el kell, elenged... ezt most szépen el kell engedni, és tiszta a kommunikációval megvalósítani mindent. Az is lehet, hogy ha régóta kapcsolatot keresel, akkor azért nem alakul a kapcsolat, mert még nem volt az elengedés. Az is lehet, hogy ragaszkodsz a régi mintákhoz, az exhez, vagy akár blokkok vannak benned, a szívcsakra állapota, nem megfelelő fogadalmak, eskük, bármi lehet, hiszen az energetikai rendszer tisztításával ezt szépen meg tudjuk nézni. Ha úgy érzed, hogy valamiben blokkolva vagy, írj rám nyugodtan a Marika Jósnő Facebook oldalamra, privát üzenetben, kérhetsz energetikai tisztítást, megnézzük, van-e valami blokkoló tényező, akár negatív mágia, és be tudjuk gyorsítani ezt a párkapcsolatot. Ha már van kiszemelt, sokatoknál van kiszemelt is, akivel kommunikáltok, de még nem találkoztatok, akkor az energiák ki fognak szépen tisztulni, az érmék 8-as egyébként, a munka gyümölcsét is mutatja, amikor beleteszed az energiádat, szépen lassan felépíted hosszú távon, ott van az alkalmazkodás. Azt kell szem előtt tartani, hogy a szerelemben mind a két félnek mindent meg kell beszélni harmonikus kommunikációval. Tehát ha szingli vagy, akkor itt az ismerkedés lehetősége, hogyha valamit elengedtél, ott van egy lélektársi kapcsolat, ami törvényszerű, az energiákat ki kell egyenlíteni. Ha a kettes paklit választottad, a tündértarót, na nézzük, hogy a szerelemben milyen energiák lesznek, mi várható. Itt is egy elengedés látható egyébként, egy egyfajta olyan állapot, amikor egy kicsit begobózik az ember. Valószínű, hogy a párkapcsolat áll fókuszban, hiszen látjuk, hogy az első tarólapon a kis tündér, mint a hátba szúrták volna. A tízes szám viszont egy ciklus lezárását jelenti. Az is lehet, hogy te is elengedésben vagy, vagy lezárásban, vállásban. Hasonló energiák voltak az egyes paklinális, úgyhogy érdemes azt is megnézned a kardok tízes, egy ciklus lezárása, egy új ciklus megindulása, a botok hetes pedig az az állapot, amikor tüzes energiában vagy végre, leteszed azt a blokkot, elengeded az exet, vagy a fizikai síkon is, lélek szinten is megnyugszol, olyan, minthogy ha ez a hölgy rendíthetetlen lenne, ott vannak a botok, a mérgezetnyilak, ő mégis megállítja, tudatosan. Most fejben kell lenned, az energiák nagyon jönnek felét, hiszen a botok tüzeslapok, mégis ott van a védelem egy gömbben, és ne enged magad kibillenteni, hiszen az érvék ötös az az állapot, amikor valami hiányállapot lép fel akár munka-párkapcsolat terén. Egyébként nem csak párkapcsolat munka is lehet nálad, vagy közös munka hiszen érméklapokat is kaptunk, ugyanúgy két érméklapok is kijött, de ez a belső értékeket is mutathatja. Az érmék aplódja párkapcsolat területén egyébként egy fellendülés mutat az érmék ötös után, egyfajta fellélegzést, hiszen látjuk, hogy az a kis tündér kezében tartja az érmét, valamit kézzelfoghatóvá vált számára, Hogyha párkapcsolatot keresel, célszerű dolgoznod magadon, kitisztítani a gondolataidat, hiszen a kardok tízes negatív gondolatokat is jelenthet, akár bármilyen kötés, negatív mágiát, energiát, ezt kell rendbe tenni, az energetikai rendszert kitisztítani, védelmet tenni, mint a hölgy a burokban, és ebből az érmékötös állapotából fokozatosan ki lehet jönni. Az érmék apródja, már egy fiatalos lendület, akár egy olyan embert is jelenthet, aki földjegyű, vagy épp te vagy földjegyű, és jó lehetőségek jöhetnek neked párkapcsolat területén, akár közös munka is, hiszen valamit meg lehet teremteni. Ez egy folyamatos haladás. A botok tüzes lap viszont be kell stabilizálni magad, mert az érmék több hónapot és hosszabb stabilitást mutatnak számodra. Az a szerelmi üzenet számodra a fontos üzenet most, hogyha valamit letettél, elengedtél, párkapcsolat negatív energiák, akkor most új energiák jönnek neked, és megtalálod magadban az értékeket. Egyébként a kártyáim azt is üzenhetik, hogy értékeld magad, értékeld magad, hiszen belső értékek javulását mutatja a kártya, amikor tisztában vagy azzal, hogy te mit érsz, ki kell neked, elengedtél minden kisebb rendőrségi érzést, elengedted azt, hogy semmi sem sikerül, összeszedted magad, és egy stabil állapotba kerülsz, tehát szerelmi téren, ha az elengedés megtörtént, várható a harmónia, lassú felépülés, szép folyamatok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, remélem tudtam segíteni. Csodás napot kívánok nektek!